is volt már arról szó, hogy amikor befejezem a játékos pályafutásomat, akkor esetlegesen kipróbálom a kispadot is. Elég régóta dolgozom már az utánpótlásban edzőként, 2014 óta segítem az SZPPS munkáját, tehát az edzősködés sem állt távol tőlem, és már a tavalyi nyáron is felmerült ez a kérdés, hogy a játékos pályafutásom végén esetleg megpróbálkozom azzal, hogy a szegedi csapatot irányítsam. Tavaly még úgy döntöttünk közösen Zolival, hogy játszom egy évet, de idén már teljesen egyértelművé vált számomra, hogy elég lesz. 43 éves leszek a nyáron, hogyha minden jól megy, és azért már jel ez a szervezet. Úgyhogy egyébként is abba hagytam volna az aktív játékot, és december-január környékén kezdtünk el arról beszélgetni, hogy esetlegesen nyártól én irányítsam a csapatot. Rengeteg ötlet van a fejemben, elképzelés, olyan tapasztalat, amelyeket az elmúlt évtizedek során szereztem még játékosként, és úgy éreztem játékosként, hogy működik. Azokat mindenképpen szeretném majd átfektetni a mindennapokba, és nyilván az Zolitól is láttam rengeteg olyan dolgot, amit szeretném, hogyha megmaradna majd. Ezeket kombinálva ütőképes gárdánk lehet a jövő évben, az lesz a lényeg. Szeretnénk egy olyan keretet kialakítani, amely méltó a szegedi hagyományokhoz, és hogyha ezeket az új dolgokat is sikerül ötvöznöm a működő, meglévő dolgainkkal, akkor azt mondom, hogy egy olyan csapat jön majd össze, amelyre a szegedi szurkolók büszkék lehetnek. Hozzád belkész, emberűzés, ütetfejű gyors, mellába! Óriási különbség, valóban az összes utánpótlás korosztályt, ha jól emlékszem, akkor már edzettem valamilyen formában az elmúlt 7 év alatt. Ez az első eset, hogy felnőtt csapatot irányítok. Biztos vagyok benne, hogy óriási különbség. Nekem is egy nagy utazás. Érdekes lesz olyan játékosokat edzeni, olyan játékosoknak utasításokat adni kintről, akikkel eddig a vízben együtt küzdöttem. Ez mind a két fél részéről majd igényel egy kis változást, változtatást, kompromisszumot. De hát ez is hozzátartozik ez a dologhoz. Nem vagyok megijedve a feladattól, és nagyon-nagyon várom. Elrugod magad a falton, nagy levegő. Kőkemény kral, összefogva a kéz, onnantól pedig blokkolj össze, kikonként váltod a kezed, kettő hossz.